Láthatták, hallhatták az egyenes beszédben, hogy Karácsony Gergely főpolgármester továbbra is abban bízik, hogy tárgyalások útján sikerül rendezni a Budapest bérlet ügyét. Március 1-ig áll fenn a jelenlegi rendszer, legalábbis most egyelőre úgy tűnik, önök szerint megszületik-e a megállapodás. Ez a kérdés, amelyre a nézőktől várunk választ, de vannak még egyéb témáink is, amelyekről majd beszélgetni fogunk itt a stúdióban. Mutatom is, hogy kikkel és hogy miről lesz szó. A gazdaságfejlesztési miniszter szerint 4% körüli lehet a gazdasági növekedés, miután a recesszióból való kilábalás tavaly megkezdődött. Az Index szerint a főváros vezetése miatt bukott a Budapest bérlet. Karácsony úgy válaszolt, a kormány akarja megszüntetni a bérletet, és a fővárossal szeretnék megfizettetni a büdzsé hiányát. Jogszabály tiltja, hogy idén bérnővéreket alkalmazzanak. A kórházi osztályok biztonságos működését veszélyeztetheti, ha mindenhol betartanák a törvényt. A pedagógus szakszervezetek szerint kifelejtették a szakképzési oktatókat a tanárok béremeléséből. A kormány cáfolja ezt. Mai vendégeink: Borgula András, a Gólem Színház vezetője. Gréci Zsolt, a DK országgyűlési képviselője. Harangozó Gábor, az MSZP alelnöke. Ez az Aktuál, a stúdióban Bodac Balázs. Nézzük tehát, hogy hogy állnak önök a kérdésekre adott válaszokkal, mi ezeknek az aránya, nevezetesen, hogy tárgyalások útján rendeződik-e majd a főváros és a Lázár János vezette közlekedési minisztérium vitája a Budapest bérletről. 28% mondja azt, hogy igen, 72% mondja azt, hogy nem. A kérdésnek apropót ad, bár tegnap is foglalkoztunk ezzel a témával, hogy ma megjelent az Indexen egy cikk, amely bizonyos belső levelezések alapján azt sugallja, hogy a BKK, illetve a főváros maga volt az, aki elutasított egy minisztériumi ajánlatot, bár a cikkben szereplő levél ezt egyáltalán nem támasztja alá semmivel, a cikkben szereplő egyéb mondatok viszont erre utalnak. Láthatták, hallhatták Karácsony Gergelyt az egyenes beszédben, aki segített árnyalni ezt a képet, de ettől függetlenül bennem legalábbis egyelőre több a kérdés, mint a válasz, és úgy tűnik, hogy a felek, akiknek tárgyalóasztalhoz kéne ülni, ők is kevéssé vannak egy közös válasz birtokában. Témánk lesz tehát ez is, de nem ezzel kezdünk, hanem azzal, amit a gazdasági miniszter mondott az előttünk álló esztendőről, telve optimizmussal. Nézzük. 2024-ben már a gazdasági növekedés helyreállítása lesz az első. Nagymáton 4% körüli növekedés jósol 2024-re. A reálbér növekedésről pedig úgy véli, az megközelíti majd a korábbi évek átlagos 5% környéki emelkedését. A gazdaság visszapattanását szerinte három terület segítheti: a fogyasztás helyreállítása, a beruházások helyreállítása, valamint a munkaerőpiaci aktivitás ösztönzése. A miniszter szerint a reálbérnövekedés és az infláció csökkenése segíthet a fogyasztás felpörgetésében. Ezzel az elemző is egyetért, ugyanakkor emlékeztet, jelenleg 2019-2020-as szinten van a fogyasztás Magyarországon, ami uniós összehasonlításban sem kedvező. Ha megnézzük az európai adatokat, az európai uniós adatokat, akkor az egy főre jutó fogyasztás tekintetében Magyarország már csak Bulgáriát előzi meg, tehát Lengyelország és Románia is előttünk van a fogyasztási adatokat tekintve, és egyébként a rossz hír az, hogy Bulgária is folyamatosan közelít Magyarországhoz. Nagymáton 300 ezeresre teszi a belső munkaerő tartalékot, az ő aktivizálásukat sürgeti. A Gyáriparosok Országos Szövetsége viszont úgy látja, jelentős részük nem mozgósítható. A kényszer miatt nyúlnak a cégek a vendégmunkásokhoz, ami ráadásul drágább is. Egyfelől drágább bizonyos szempontból, másfelől meg nem sír otthon a gyerek, szokták ezt mondani, és ez csak egy része mindannak, amely az ezévi gazdasági kilátásokkal kapcsolatos. Hogyha már Hornyák Józsefet, a portfólió elemzőjét mutattuk ebben a bejátszásban, egy adatot is rendeljünk mellé, a vásárlóerő paritáson mért GDP, vagyis hogy hogy élünk, mert nagyon leegyszerűsítve a dolgot, az Európai Uniós átlagnak a 71%-át érje el, Magyarország, Bulgária pedig 69%-át, úgyhogy az elmúlt években gyorsabban növekedett Bulgária, tehát hogyha ez az üteme Bulgáriának folytatódik, akkor nagyjából két-három éven belül megelőzik Magyarországot a bulgár életszínvonal, és akkor mi leszünk az utolsók az Európai Unióban e tekintetben. Amit a Nagymártonnak a szavaiból kiderült, az
az, hogy már jövőre a gazdasági növekedésre való felkészülés, mert 2024 idén, ez ennek lesz az éve, ami annak a beismerése, hogy 2023-ban ilyen nem volt. Ezt egyébként a pénzügyminiszter december 30-án este leadott dokumentumából is lehet már tudni, amit a kormány következetesen tagadott egész 2023-ban. Orbán Viktornak a legpesszimistább forgatókönyve is az volt, hogy egy pozitív nullával sikerül majd zárni ezt az évet. Tudjuk, hogy visszaesés van, recesszió van. Innen a korrekció az is növekedésnek tűnik általában. Tehát, hogyha visszakapaszkodunk a 2-3 évvel ezelőtti szintre, az adott évben, 2024-ben eladható növekedés természetesen. Jó estét kívánok, meg boldog új évet mindenkinek. Hát nem állnak jól a dolgok. Azt kell, hogy mondjam, hogy amiről Nagy Márton beszél, az hablaty. Semmilyen szám nem igazolja, hogy ezek a számok, amikről ő beszél, ezek valamilyen módon visszaköszönnének. Hogyha egy nagy mérleget szeretnénk vonni, akkor brutálisan elszabadult az államadósság. A költségvetés már a tavaly nyáron elfogadott pillanatában is érvénytelen volt, egy papírhalmaz volt, ami nem ért semmit, de ezt a Fidesz pontosan ugyanúgy tudta, a kormány ugyanúgy tudta, a költségvetési tanács ugyanúgy tudta, és állandóan módosítgatták a költségvetést. A hiány rettenetesen elszabadult, és hát gyakorlatilag ilyen kormányzási alapműveletek sem működtek közben, amiknek kellett volna, mint nem csak a gazdaság, hanem egészségügy, oktatás, szociális ellátórendszer, minden ilyen szempontból összedőlt, és gyakorlatilag az az egy reménye maradt az Orbán kormánynak, hogy az uniós pénzek egy része, miután eddig hiteleket vettek föl nyakló nélkül, hát ha az valamilyen módon egy kicsit középre rántja a költségvetést, de hát például az a reménye is, hogy itt majd a munkaerő hirtelen még előkerül, sajnos nem. A magyar emberek többsége inkább külföldön, és nem Kirgizisztánban, hanem Németországban keres munkát, és azt kell, hogy mondjam, a magyarok pedig nem nagyon örülnek annak, hogy fülöpszigetek és vietnámiak lepik el az országot. Most az, hogy egyrészt már történnek gyárépítések, nem is kevés, másrészt mondjuk megérkezik Szeged környékére a BYD, óriási építkezések lesznek, még ezek a gyárak, ha nem termelnek semmit, csak az építésük is már a GDP-t azt növeli, az más kérdés egyébként, hogy itt Kőbányán, ahol mondjuk az ATV-nek a stúdiója van, a szemben lévő épületnek a negyedik emeletén nem sokat fognak érzékelni ebből az emberek valószínűleg, de ettől függetlenül makroszinten ezek a számok igenis, és megjelennek majd valamilyen formában. Igen, csak azért azt is tegyük hozzá, hogy ezek a beruházások úgy épülnek, hogy nagyon jelentős állami támogatásokat nyújtottak hozzá. Tehát beruházási támogatásokat és adó támogatásokat is, vagyis nem kell adót befizetnie majd ezeknek a beruházóknak. Kapcsolódó infrastruktúra fejlesztések. Gyakorlatilag az elmúlt egy évben ezekre az alapvetően kínai beruházásokra 1000 milliárd forint támogatást fizetett ki az ország. És van egy nagy baj, hogy nem csak Bulgáriának a növekedési üteme magasabb Magyarországnál is előzi meg, hanem gyakorlatilag mindenki gyorsabban fejlődött Magyarországnál. Tehát amíg a korábbi években azt lehetett érzékelni, hogy van némi növekedés, némi fejlődés, akkor is lemaradtunk a többiektől, már akkor is gyengébb volt a magyar gazdaság teljesítménye, most pedig az látszik, hogy gyakorlatilag összeomlott, hiszen egész évre vetítve, pontosan most ismerte be a pénzügyminisztérium, hogy egész évben visszaesés volt, tehát recesszió volt. Amire egyébként szabad ne feled, az elmúlt 30 évben nem volt példa. Hogy 4/4 év egymás után recesszió legyen, erre nem volt példa 30 éve. Ami nem csak gazdasági visszaesést jelent, és nem csak azt jelenti, amiről te is beszéltél, hogy elszállt a költségvetés, be se tudták lőni, hogy mennyire szállt el, hiszen utoljára októberben módosították a számokat, akkor 5,4%-os hiányra korrigálták a célkitűzést, és ebből lett most 6%, tehát ilyen távlatokban sem sikerül eltalálniuk semmit, de közben a reálbérek is csökkentek, hiszen volt egy 17,6%-os infláció, miközben 14,3%-mal nőttek a bérek, tehát csökkent az emberek bére, emiatt kisebb a fogyasztás is, és miről beszélt Nagy Márton? Arról, hogy majd a növekedésnek a motorja a növekvő belső fogyasztás lesz. Hát egyelőre nem látszik, hogy mi lesz növekvő belső fogyasztás, hiszen hát gyakorlatilag most azt szenvedték el az emberek, hogy jelentősen
csökkentek a bérek, nehezebb a megélés, az árak sokkal drágábbak lettek, és mindenki takarékoskodik, mindenki bajban van. Itt egyelőre egyáltalán nem látszik az, hogy miből lesz majd nagy növekedés. Egy nagy szerencséjük van, hogy végre sikerült megállapodni az Európai Unióval, tehát az a pénz, ami onnan bejön, hogyha azt megnézzük, hogy az mennyi, az alátámaszt egyfajta GDP növekedést, hiszen ez a beáramló pénz, ez növelni fogja a magyar gazdaság teljesítményét, de ezen fölül más nem nagyon látszik. Miközben az egészségügyben óriási baj van, miközben az oktatás továbbra sem működik, tehát a gazdaság növekedésének az alapjai hiányoznak. Majdnem mindegy igazából a személyes észrevételem, hogy mi történik, mert a szavazók nagyon nagy százaléka, legalábbis ez a nem tudom, 2,5 millió ember nem a szemének vagy a tárcájának hisz, hanem annak, amit a miniszter úr elmond. És hogyha csak félig vicces, hogyha majd utolsóak leszünk, mert Bulgária is megelőz minket, akkor majd azt mondják, hogy elsők vagyunk, csak a másik irányból. És az is rendben lesz. Meg a brüsszeli szankciók. Igen, tehát hogy így tényleg teljesen mindegy, hogy mi a valóság. Teljesen mindegy. Most már jó hosszú évek óta ez van. Ezért is nagyon nehéz átütni ezt a küszöböt, és ilyen látványos összeomlások, az egészségügy nem úgy omlik össze, hogy egy kórház maga alá temeti a betegeket. Az egészségügy már rég összeomlott. Az oktatás nem úgy omlik össze, hogy egyszer csak, nem tudom, a gyerekek majd nem tudnak. Nem működik. Úgy utcára mennek a diákok, hogy tüntessenek a tanáraikért, és nem hisszük el. Ez nem a valóság. A valóság az, hogy minden rendben van, még akkor is, hogyha évközben igazából azt mondtuk, hogy rendben van, majd évvégén kiderül, hogy nem volt rendben, de majd rendben lesz, és egyébként az emberi léleknek ez teljesen érthető. Hát nem akarjuk, hogy nagy baj legyen. Nem akarjuk látni a valóságot, hogyha az annyira nehéz, hogy rengeteg kérdést és problémát vett föl. Mi azt akarjuk látni, hogy minden rendben van, hogy jó irányba megyünk, hogy a kormány erős kézzel tartja a kormánykereket, és nem azt az őrületes káoszt, amiben élünk, mert az, tehát hogyha ha meg ez van, akkor ugye így nagyon meg kell kapaszkodnunk a hátsó ülésen, ahol mi utazunk, és csak reménykedhetünk, amely túléljük. Egyébként a legnagyobb bizonyítéka annak, hogy mekkora bajok vannak a magyar gazdasággal, meg a magyar pénzügyi rendszerrel, az a december utolsó napjaiben az a gyorsan átrakosgatta Orbán a hatásköröket, akkor ugye a Varga Mihálytól elveszi, akkor a Navracsics, meg a Gulyás, meg a Nagy Márton, és így rakosgatja össze-vissza. Tehát azt látom, hogy ugye a Varga Mihály, ugye szakmájából adódóan, meg ugye még a régi Fideszből, ugye egyfajta szakmaiságot tűnt képviselni sokáig a magyar pénzügyi rendszerben, ez a Nagy Márton pedig a Matolcsi féle Nagyot mondok című fújom a lufit, fújom, 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 és Orbán, aki talán nem nagyon hajlandó tudomásul venni, hogy itt nagyon komoly problémák vannak a magyar gazdasággal, sokkal jobban esik neki hallani a Nagy Márton féle, kettőt csettintünk, azt már indulunk is előre és megoldjuk, sokkal egyszerűbb ezzel szembesülni, vagy ezt tudomásul venni, mint a valóságot. Nagy Márton ugye volt a jegybanknak az alelnöke is, arról az időszakról azért lehet tudni, hogy a jegybank elnök Matolcsi Györggyel, főleg a vége felé nem volt feltétlenül kiegyensúlyozott, vagy felhőtlen a viszonyuk. Minden esetre, hogy Gréci Zsolt említette, hogy mint ahogy Matolcsi György, és Matolcsi György az utóbbi hónapokban egyébként éppen nem azt mondja, mint amit Nagy Márton mond, strukturális problémákra világítra. Nem csak egy-egy intézkedés, rossz kör. Ilyen van egyébként, ha van 1000 intézkedés, a legjobb szándékkal is lesz köztük néhány, amelyik nem sikerül. Mert emberből van mindenki, az elemző is nyilván, a gazdasági tervező is. De Matolcsi György strukturális, rendszer szintű problémákra mutat rá. Igen, mert egy kicsit a dolgok mögé nézzünk, ugye az a stratégiája a magyar kormánynak, hogy alapvetően kiválaszt nagy nemzetközi szereplőket, alapvetően multinacionális vállalatok, most éppen ezek a nagy kínai beruházók, akiknek óriási támogatásokat és kedvezményeket ad, hogy települjenek meg Magyarországon, most éppen akkumulátor nagyhatalmat építünk Magyarországból, és az ide beáramló beruházásokkal a gazdaságot egy kicsit próbáljuk meg fölpörgetni. A másik pillére meg a nemzeti nagyvállalkozóknak a kitermelése, ami pedig nem más, mint hogy Orbán Viktor körében lévő kiválasztott vállalkozók
többlettámogatásokat kapnak, kedvezményeket kapnak, tulajdonképpen egy csomó korrupt pénzt is kapnak, és ezekből tudnak maguknak sikeres vállalkozásokat csinálni. De nem azért, mert versenyképesek, nem azért, mert valami nagy tudás áll mögöttük, amiből a világpiacra lehet lépni. És a nagy beruházók sem azért versenyképesek Magyarországon, mert valami fantasztikus dolgot csinálnak, hanem azért, mert nagyon olcsó a munkaerő, akit jól ki lehet zsákmányolni, mert nem kell betartani az egészségügyi előírásokat, a környezetvédelmi előírásokat, és mert egy csomó támogatást rájuk öntenek, tehát ez sem egy igazán versenyképes gazdasági struktúra. És hogyha ezen nem lehet változtatni, hogyha nem arra fogjuk alapozni a magyar gazdaság növekedését, hogy nagyobb tudás legyen benne, hogy az emberek, akik dolgoznak benne, megfizetettek legyenek, jól képzettek legyenek és egészségesek legyenek, akkor ez nem tud működni. Ideig, óráig, amíg a kedvezmények vannak, éppen egy picit így föl tud pörögni a gazdaság, aztán összeomlik, mert nincs alapja annak, hogy növekedni tudjon, ezért nagyon hibás tényleg struktúrájában ez a gazdaságpolitika, és ezért kéne ezen változtatni olyan módon, hogy az embereknek legyen jobb bére, és legyenek jobb közszolgáltatások, mert ma már ennélkül, hogy ezeket ne állítsuk helyre, még egyszer mondom, egészségügy, oktatás és a bérek színvonalát, annélkül nincs további tartós növekedés Magyarországon. Ja, térségi, de akár geopolitikai összefüggésben is talán vizsgálható a kormányzati narratívának egy fontos eleme. Azzal, hogy Európa, az Európai Unió elhibázta teljesen a politikáját az orosz agresszióval kapcsolatban, a szankciós politikáról beszél ilyenkor a kormányzat, az azt jelenti, hogy ez Európának nagyobb károkat okozott, mint Oroszországnak, Európa bajt hozott magára, Európában ebből problémák adódnak. Ez az egyik része a dolognak, a másik meg mi sikeresen ellenálltunk annak is, hogy belesodródjunk a háborúba. Most ehhez képest azért azt látjuk, hogy Európa egyetlen ország, a kutya nem sodródott bele a háborúba, másrészt azzal együtt, hogy ugye minden az összes szankciós csomagot megszavazta a szankcióellenes kormányzat, de mindig az volt utána a kommunikáció, de ezeknek a káros sikerült letárgyalni, kiharcolni Brüsszelben, hogy ezeknek a káros hatásai bennünket nem fognak sújtani, nem a magyarok fizetik meg a háború, meg az elhibázott szankciók árát. Emellett azt látjuk, hogy tényleg egy-két éven belül Bulgária fog bennünket utolérni, amelyik szintén egyébként nem a háborúban, tehát ő is valahogy meg tudta úszni a hát is van ezzel egyébként, ha már a geopolitikáról beszélünk, más hatása is. Tehát ez a fajta kínai kiszolgáltatottság, ami itt elindult, ha csak abból indulok ki, hogy a Meloni olasz miniszterelnök, akit Orbán Viktor itt hangos csatakiáltással üdvözölt a parlamentben, éppen bejelentette, hogy ő Kínával továbbiakban ő nem kíván együttműködni, és Amerikának sem érdeke, meg az Európai Uniónak sem érdeke, hogy a kínaiak ide beözön nőjenek, így kell ezt mondani? Nem tudom, ezek mindig valami ilyesmi. Szóval, hogy ekkora teret nyerjenek az Európai Unión belül, és ennek azt gondolom, hogy diplomáciai és egyéb következményei is lesznek. Halljuk egyébként rendszeresen szintén kormányzati szintről, hogy hibás az a politika Amerika és az Európai Unió részéről is, amely be akar zárkózni Kína előtt. Most a Kínával szembeni kereskedelmi háborút az Donald Trump nyitotta meg, tehát ezt az apróságot azért ne felejtsük el. Vagy a transatlanti kereskedelmi egyezmény, ami egyértelműen az Egyesült Államoknak volna jó, azt is a Trump adminisztráció erőltette, és az Európai Unióból egyedül Magyarország volt az, amelyik ezt hangosan támogatta. Szóval ezek ilyen furcsa dolgok. Melyik szövetségi rendszernek vagyunk tagjai, tehát azt úgy hívják, hogy NATO és Európai Unió. És ugye van még egy következménye, pont azok a kínai beruházások, amik Magyarországra jöttek, hatalmas nagy energiaigénnyel rendelkeznek, aminek az a következménye, hogy miközben az Európai Unió folyamatosan minden tagállama azon dolgozik, hogy próbálja meg leválni a fosszilis tüzelőanyagokról, ugye, mert van egy ilyen követelmény is, hogy ezeket le kell építeni, közben Magyarország azért, hogy az új kínai beruházásokat energiával tudja kiszolgálni, most új, nagy teljesítményű gázüzemű erőműveket épít, amihez egyébként Oroszországból szerzi be a... Mindez pörgetni fogja a GDP-t. Épül egy gázerőmű, annyira nőtt a GDP. És az oroszoknak való kitettséget is sokkal jobban fogja tovább növelni, és egy nagyon versenyképtelen beruházás, mert hogy ezeket pont most kéne megszüntetni, és helyette vagy megújuló energia, vagy esetleg atomerőmű beruházásból lehetne fenntarthatóbb környezeti hát az éppen van módon csinálni, de hát az meg nem épp, nincsen.
Hol van? Lesz. Milliárdok elköltése most már évek óta zajlik, már össze sem tudom számolni, hogy mennyit költöttek erre, de atomerőmű beruházás még sehol nincs. Egy kicsit jöjjünk közelebb Budapest, illetve az agglomeráció, nagyjából az ország egyharmadát, a lakosságnak a szűk egyharmadát, bő egynegyedét érinti a Budapest bérlet. Ugye Karácsony Gergely bent volt az egyenes beszédben, de még azt megelőzően készítettünk erről egy rövid összefoglalót. Folytatni fogjuk majd a szünet után is ezzel a témával, de most először nézzük meg, hogy pontosan miről is lesz szó. A főpolgármester szerint semmilyen észérv nem támasztja alá a Budapest bérlet megszüntetését. A kormány csak a beborult költségvetését és a tönkrement MÁV helyzetét akarja Budapest kárára kezelni. Karácsony Gergely azt ígéri, hogy a főváros megvédi az egységes bérletet, ami mindenkinek előnyös. A törvény alapján 12 milliárd forint járna Budapestnek a közösségi közlekedésre, amit Lázár János minisztériuma nem akar odaadni. Ráadásul a tárca azt szeretné, hogy Budapest fizessen több mint 2 milliárddal többet a HÉV és a Volán számára. A felelős közlekedési cégek a vita ellenére december végén megállapodtak a Budapest bérletről, de a kormány ezt fel akarja mondatni, állítólag március 1-jével. A helyzet az meglehetősen összetett egyrészt, ugye, ahogy elhangzott a bejátszásban is, van egy 12 milliárd forintos a költségvetési törvényben garantált összeg, amelyet Budapest kap az államtól a közösségi közlekedésre. Másrészt egy 7,4 milliárdról 8,6 milliárdra növekvő összeg lenne, amit a minisztérium kér azért, hogy állami cég, a MÁV, illetve a Volán lát-e budapesti tömegközlekedési feladatokat is, és Karácsony Gergely arról beszélt, hogy összesen ez ilyen három komoly nagy megállapodás csoportról beszélünk. De december 20-án a minisztérium képviselői a főpolgármesteri hivatalban jártak, ahol arról beszéltek, hogy egy 7,4 helyet fizessen a főváros 8,6-ot, másrészt a 12 milliárdot a költségvetési törvényből nem fogja átutalni a kormány Budapestnek, a harmadik pedig az, hogy a Budapest bérlet az jelen formájában megszűnik. Most honnan indulunk egész pontosan? Nagyon, nagyon kedves kis tárgyalási alap. Én régen lovagoltam, és kb. Én így tárgyaltam meg a dolgokat a lóval, nem? Tehát, hogy így jobbra akarsz menni, ugye, vagy balra akarsz menni, vagy kicsit gyorsabban akarsz menni. Nagyon, nagyon érdekes ez a tárgyalás, igazi egyenlő felenként és egyenrangú félnek fogadja el a kormány Budapest vezetését tényleg, de hát végül is évek óta jól működik ez, úgyhogy nem is értem, hogy mit csodálkozom. Itt nyilvánvalóan arról van szó, hogy az Orbán kormány megpróbál zűrzavart kelteni Budapesten, azt a helyzetet próbálja előállítani, mintha itt káosz lenne, nem működik majd a közlekedés, mire ugye választási év jön, hogy itt majd meg a villamos, nem megy meg a metró, bezzeg, hogyha egy fideszes főpolgármester lenne, akkor itt hirtelen az eddigi, hogy tudom, 3 percenként járó metró, az majd 2 percenként fog járni, és minden fantasztikus lesz. Hát ez a kiszárítási politika zajlik. A budapestiek, én azt gondolom, hogy pontosan tudják, hogy a Fidesz kicsoda és micsoda, és ez ügyben mit képvisel, és az se véletlen, hogy ilyenkor mindig fölbukkan Vitézi Dávid, az Orbán kormány korábbi államtitkára, egyébként Orbán Viktor családtagja, és kvázi gépen száll fölébe, és független elemzőként megpróbálja elmagyarázni a budapestieknek, hogy mindenki hülye, csak ő helikopter, de én azt gondolom, hogy a budapestiek pontosan tudják, hogy mi a tét, és nem fogják hagyni, hogy kiénekeljék ezt a sajtot a szánkból. Budapest az demokrata marad. Az Index ma délelőtt közölt egy cikket arról, hogy tulajdonképpen a főváros, illetve a BKK fúrta meg a minisztérium megállapodási ajánlatát. Az a levél, amit közzétett az Index, abból nem derül ki semmi erre vonatkozó, de ettől függetlenül a cikknek az állításai azok még olyanok, amelyekkel érdemes foglalkozni fogunk is a rövid szünet után. Maradjanak velünk! Borgula Andrással, a Gólem Színház vezetőjével, rendezőjével, Gréci Zsolttal, a DK országgyűlési képviselőjével és Harangozó Gáborral, az MSZP alelnökével folytatódik az Aktuál. Köszöntöm azokat, akik most csatlakoznak hozzánk. Nézzük gyorsan a kérdést, amely arra vonatkozik, hogy sikerül összehozni vajon azt a tárgyalást, ahol megoldás születik a Budapest bérlet ügyére, mély pedig oly módon, hogy maradjon a Budapest bérlet. Igen, 26%, nem 74%. Nem sikerült nagyon felvidítanunk a nézőket mindazzal, amit eddig elmondtunk erről a kérdésről, és folytatjuk még, mert az adás első részében csak néhány perc jutott rá. Az Indexen megjelent ma délelőtt egy cikk, amely arról beszél, hogy a BKK-nak az elnöke, Draskovics Tibor, csak hogy a kormánypárti szavazók, illetve nézők is tudják, Gyurcsány pénzügyminisztere, ugye ő a BKK-nak az elnöke,
szóval egy belső levelezés közte és Walter Katalin BKK vezérigazgató között arról, hogy most mit is kéne kezdeni ezzel a helyzettel, amely előállt a Budapest bérlet kapcsán a minisztérium részéről, és a cikk azt írja, hogy tulajdonképpen a BKK fúrta meg azt az egyességet, amelyet ajánlott a minisztérium a fővárosnak. Ebben a levélben egyébként nincsen szó arról, hogy föl kéne rúgni bármilyen egyességet, vagy meg kéne fúrni bármit itt arról. Viszont igen, hogy van egy 7,4 milliárdos tétel, amelyet évente fizet a főváros az államnak azért, hogy állami közlekedési cégek, jelen esetben a MÁV és a Volán is ellát budapesti közösségi közlekedési feladatokat, ezt a 7,4 milliárdot kérné még az állam, hogy legyen megfejelve 1,2-del, vagyis 8,6. És mint hogyha ezen menne el a dolog, és hogy már említettem a műsor első részében, Karácsony Gergely pedig arról beszélt itt az Egyenes beszédben Györgyinél egy fél órával ezelőtt nagyjából, hogy a közlekedési minisztérium delegációja december 20-án járt a főpolgármesteri hivatalban, ahol az ajánlat az volt, nem csak az, hogy 7,4 helyett 8,6-ot fizessen milliárdban a főváros a kormánynak, a központi költségvetésnek, hanem arról is, hogy az a 12 milliárd, amit a költségvetési törvényben vállalt a kormány fizetni a fővárosnak, azt nem fogja megkapni. A főváros valamint az egész Budapest bérlet koncepciótól, vagy azt nem kívánja folytatni a kormány, aminek a lényege az, hogy a főváros vétózhat menetrendi ügyekben, ugye MÁV Volán is ellát budapesti közszolgáltatási feladatokat, a MÁV, vagy a BKK vétózhat menetrendi ügyekben. Ha a HÉV például a MÁV-hoz tartozik, akkor a MÁV csak itt saját hatáskörben nem csökkentheti a járatszámot, márpedig mondja a főpolgármester, december 20-án az is kiderült, hogy nincs kellő kapacitás arra, hogy a MÁV tudja üzemeltetni a HÉV-et a jelenlegi szinten. Múzeumban való egyébként az egész, és egyébként személy szerint nekem tetszik, csak hogy ez mennyire hatékony közlekedési eszköz, ez egy másik kérdés. Szóval nem tudja tartani azokat a feltételeket a MÁV, éppen azért, mert lerohadt a pálya, a szerelvény, hévcseréről volt korábban szó, szóba se kerül, és a többi, és a többi. Szóval ez sokkal több rétűbb ez a dolog, mint amilyenek tűnik. Hát pontosan itt van a lényeg. Hát lássuk azt, hogy mi történik Budapesten. Az állam következetesen próbálja a fővárost tönkretenni. Ígértek 6 milliárd forintot a Lánchíd felújításához, nem fizették ki. Fölemelték jó 10 milliárd forintról 70 milliárd, több mint 70 milliárd forintra azt a hozzájárulást, amit Budapestnek kell fizetnie, ilyen szolidaritási hozzájárulásként. Amikor a bíróság úgy döntött 10 óra 1 perckor, hogy ezt nem lehet levonni a főváros számlájáról, akkor 10 óra 47 perckor egyszerűen levonta a főváros számlájáról a kormány az ezzel kapcsolatos összegeket. Folyamatosan vonja ki a pénzt a fővárosból a kormány, amit pénzeket odaígér, azokat egyszerűen nem lehet az ígéretére semmit se számítani, hiszen nem fizeti ki, és gyakorlatilag nem csak ez a baj, hanem az is, hogy amihez pedig hozzányúlnak, amit elvisznek, az pedig tönkreteszi. Elvitték az iskolákat, tönkreteszik őket, elvitték a kórházakat, tönkreteszik őket, elvitték a HÉV-et, semmi pénzt nem költöttek rá, most már működésképtelen, és itt is ez a baj. Hát igazából az a legnagyobb baj, ahogy ezt a főpolgármester is elmondta, hogy nem tudják a HÉV-et működtetni, ritkítani kéne, nem akarnak rákölteni, plusz még azt a pénzt se akarják kifizetni a fővárosnak, azt a 12 milliárdot, ami egy másik soron járna nekik, és egyszerűbb ezt az egész balhét eljátszani, és valahogy megpróbálni rákenni a fővárosra, pedig igazából az van, hogy nem adják oda, amit ígérnek, és amihez meg hozzányúlnak, azt meg nem gondosan kezelik, tönkreteszik, leépítik, és hát itt szerintem teljesen fölösleges arról beszélni, hogy az adott ügyben ki milyen levelezést folytatott. Én is elolvastam azt a levelet. Tényleg nem derül ki belőle semmi. Itt azt kell látni, hogy ez megint egy olyan ügy, ahol a kormány megpróbál keresztbe tenni a fővárosnak, és a főváros eddig nagyon tisztességesen állt a sarat, mindig megoldott az ilyen helyzeteket, és én abban bízok, hogy ebben is lesz megoldás, és hogy a budapestiek pontosan látják azt, hogy itt mi zajlik, és tudni fogják azt, hogy ahhoz, hogy Budapest fenntarthatóan jól működjön, és egy szabad város maradjon, ahhoz mit kell majd tenniük, amikor dönteniük kell. A önkormányzati választások jönnek nyilván
meglettem volna lepődve, hogy a pártpolitikus nem ebbe a kontextusba kezeli a helyzetet, de nézzük mi most választópolgár oldalról. Tehát, hogyha önkormányzati választások jönnek, és a Fidesznek vannak ambíciói Budapesttel, ha másból nem is látszik ez, például abból, hogy a törvényt, amely a budapesti helyhatósági választásoknak a mikéntjét szabályoz, azt úgy módosították, hogy bizonyos mértékű előnyt biztosíthat például a Fidesznek is a jelenlegi helyzethez képest. Akkor egy ilyen intézkedés, az viszont így bum bele a kampány közepébe, az nem feltétlen biztos, hogy politikai szempontból a Fidesznek kedvező. Ezt ugye a logika mondatja velünk. Jó, másrészt, bocs. Igen, tényleg, de arról beszélünk, hogy van a valóság, és van az, amit el akarnak velünk hitetni. Azért ne felejtsük, hogy pont Lázár... hogy ez politikailag kockázatos, igen, egy ilyen lépés. Szerintem nagyon, egyébként teljesen egyetértek ezzel. Másrésztről ne felejtsük, hogy pont Lázár János mondta azt, hogy tessenek jól szavazni más városokban is, és akkor majd meg lehet nézni, hogy a kormány milyen juttatásokat tud adni. Tehát simán el tudom képzelni, hogy kedves budapestiek, akkor most nézzétek meg, hogy mi van akkor, amikor nem ránk szavaztok. Gyakorlatilag a városi közlekedés tönkre megy. Én azt gondolom, hogy ez el van, hogy igaz a mondás, hogy ez el van számolva, tehát hogy nem sikerül a budapestieket ezzel átverni. És ráadásul túl sok lehetőség van a budapesti politikusok kezébe ahhoz, hogy ha ez mondjuk megtörténne, és tényleg kialakulna egy káosz, akkor elmondják, hogy ki ezért a felelős, és mi, akik itt lakunk, szerintem pontosan látjuk, hogy ki ezért a felelős. És tényleg én folyamatosan azt a zsonglőrködést látom, hogy ez a város még működjön, és nem azt gondolom, hogy a zsonglőrrel van itt a probléma, hanem avval a, nem tudom, cirkuszigazgatóval, aki kicsit fordított alsóval, de egyre több labdát dobál oda a zsonglőrnek a kezébe, és azt mondja, na, csináljad, gyerünk öcsém, hagyd mondjak még valamit saját tapasztalatból, hogy egyszer probléma volt a bázisunkon a szeméttel, csak hogyha már fenntartás, és akkor azt találta ki a bázisparancsnok, hogy leszereltette az összes kukát. Ez volt az ő megoldás. Ez katonaság. Ez a katonaság, és egy ideig nagyon jól működött, mert valóban nem volt szemét. Majd egyszer csak így kiömlött mindenhonnan a fegyverszekrényekből, az ágyak alól, a matracokból, a mindenhonnan. Tehát, hogy nem kéne talán ezt megvárni, higgyék el. Tehát nem ez a jó döntés, hogy valamit teljesen tönkre teszünk. Fidesz nagyon rosszul áll Budapesten, és ezt ők pontosan tudják. De nem csak a főpolgármester. Önök ezt tudják, mérték, látják? Nyilván, hát persze, pontosan tudják. Nyilván azt is látják, hogy a kerületekben is nagyon gyengék a pozícióik, és azokban a kerületekben, amelyeket 2019-ben elhozott az ellenzék, ott azok a polgármesterek azóta bizonyítottak, és ha igazak ezek a kutatások, felmérések, amelyek azért készülnek a kerületekben, azért nagyon erőteljesen azt mutatják, hogy ezek a polgármesterek meg fogják őrizni a pozícióikat. Tehát a Fidesz megpróbálja ezt a történetet valamivel kimozdítani. Erre szolgált az a bizonyos törvénymódosítás, hogy hogyan lehet majd Budapesten szavazni, akkor most ez is erről szól. Hát mi mással lehetne budapestieket egy kicsit kimozgatni a komfortérzetéből, ugye szemétszállítás, hogy ne legyen Kószavárosban, a közlekedés, ami szintén ilyen kiemelten fontos történet. Megpróbálják ezt a bizonytalanságot előállítani, de én őszintén hiszek benne, hogy a budapestiek, ahogy 2019-ben, hogy most is tudni fogják, hogy mi a dolguk. Hogy annyit hadd tegyek hozzá, nyilvánvalóan az a kormánynak a stratégiája, hogy azt az üzenetet adja át a választóknak, hogyha nem kormánypárti a főváros vezetése, akkor én a főváros tönkre akarom tenni. Csak ebből hál' Istennek... Elnézést, értem ezt a gondolatmenetet, de hogyha meg az van, hogyha viszont kormánypártra szavaztok, akkor megoldódnak ezek a gondok, akkor ez a választópolgár felé egy ajánlat, amit a választópolgár mérlegel. Szerintem ebből a budapesti választók pontosan azt tudják levonni, és ez a tapasztalat, ezt mondták le már korábban is, hogy ezzel a kormánnyal van a baj, tehát hogy akkor ebben az esetben a kormányt kell lecserélni, aki így áll hozzá, hogyha nem az én kutyám kölyke, akkor megpróbálom. Ma nem kevésbé ellenzéki Budapest, mint 19-ben volt, sőt. És azért arra kíváncsi lennék, hogy tényleg, hogy hogyan lehetne mondjuk
Őrsi Gergelyt ki fogja megverni, Tóth Józsefet ki fogja megverni, vagy László Imrét, hogy mondjuk egy DK-s példát is ki fogja megverni. Tehát igenis Budapesten az ellenzéki, már hogy az országos szinten ellenzéki és az egyes kerületeket vezető polgármesterek jól teljesítenek, Karácsony Gergely ellen tök mindegy, hogy kit állít föl a Fidesz, nem is tudnak kit fölállítani, mert azt mérik ők is, hogy nem tudják megverni. Szóval Budapesten egyébként én is azt gondolom, hogy ez kontraproduktív, amit csinálnak, csak tovább bizonyítják be magukról azt, hogy alkalmatlanak az ország irányítására is, és kifejezetten kártékonyak a főváros számára, ezért nyilván őket kell lecserélni. Na menjünk is tovább az egészségügyel kapcsolatban is vannak fejlemények. Az orvosok bére, státusza, ezek már olyan dolgok, amik majd, hogy nem mondhatjuk, hogy lerágott csont, viszont vannak olyan emberek is az egészségügyi ellátó intézményekben, akik nagyon fontos munkát végezve tulajdonképpen a napi működést tudják biztosítani, már hogyha tudják biztosítani, és ez nem mindig rajtuk múlik, hogy ezt tudják-e biztosítani, nézzük. Januártól nem dolgozhatnak úgynevezett bérnővérek az állami kórházakban, érkezett a hír tavaly év végén. A kormány szándéka az, hogy minden vállalkozó szakdolgozót az alkalmazotti státusz alá tereljen. Rékasi Balázs egészségügyi szakértő a rendeletet részben meg tudja érteni, már csak azért is, mert ellátási nehézségeket okozhatnak a beugró nővérek, ha nem ismerik jól a betegeket és az adott osztályt. Az orvos szerint viszont az állami egészségügy egyelőre nem tud jól működni bérnővérek nélkül. Sós Adrián a szakszervezeti vezető viszont új fejleményekről számolt be, ugyanis külön engedéllyel mégis lehetséges bérnővéreket alkalmazni. Híradónk megkérdezett egy sebészt a témában, aki interjú közben úgy döntött, felhívja saját kórházát. Csókolom, Vertner doktor. Szeretném megkérdezni, hogy megvannak még a bérnővéreink? December 1-től nincsenek. Köszönöm szépen. Az orvos ugyanezt a választ kapta egy másik osztályról, így interjú közben értesült róla, kórházában megszüntették a bérnővérrendszert. Az egyik érintett kórház a Szent János Centrum Kórház, ahol állítólag súlyos ellátási nehézségek miatt osztálybezárások történtek. Megkeresésünkre azt írták, valóban nem lehet munkaerő kölcsönző cégeken keresztül ápolókat alkalmazni. A hármas számú belgyógyászat kardiológia osztályukon jelenleg az ellátás átszervezése folyik, mert nem biztosított az elegendő munkaerő. Hát mostantól egy perces néma gyászszünetet kéne tartanunk, hogy ez... Erről 13 perc mi van a műsorból, azért annál kicsit próbáljuk meg. Igen, hát akkor csak gyorsan én is elmondok, ha ilyen kevés időnk van. Tehát ez nemzeti tragédia, ezt így hívják. Tehát az, hogy itt, és nyugodtan bárki vádolhat populizmussal, tehát az, hogy valaki milliárdokért jaktot vesz, meg helikopterezik, meg ellopják a magyarok pénzét, az uniós pénzeket, és így tovább, és így tovább. Tényleg az embernek ökölbe szorul a talpa is attól, ami itt zajlik, hogy közben pedig kórházi osztályokat zárnak be, hogy nincs elég gyermekorvos, hogy vannak 50 kilométeres körzetek Magyarországon, ahol egyetlen házi orvos sincs, vagy ha van, akkor az egy 80 éves ember, aki már tiszteletből, becsületből, tisztességből csinálja azt, amit csinál. Műtéti várólisták az egekben. Hát nem lehet így élni. Hát csodálom, hogy ez az ország ezt még bírja. Egy közeli történet kollégánk egyébként itt az ATV-nél, aki arra szorult, hogy csípőprotézis kapjon, a másik oldalon is kell neki, mire oda kerülne az orvosát kirúgták, de mondták neki, hogy nem gond, mert van egy másik orvos, aki majd el fogja végezni ezt a beavatkozást, és mire oda került, őt is kirúgták. Tehát azért, mert hogy az egészségügyi státusz törvényt ők nem írták alá, mert azok a feltételek, amelyeket abban támasztottak feléjük, az elfogadhatatlan volt, és itt nem az anyagi feltételekről van szó. Most kéne kaszára, kapára menni azonnal, nem? Szóval, és tudjuk, hogy milyen várólisták vannak például pontosan a különböző protézis műtéteknél. Ott a rendszer meg tudja magának engedni azt a luxust ezek szerint, hogy zsinórba két orvost rúgnak ki. Ugye nincs, de és ez csak egy mikrotörténet. Nincs probléma, mert ahogy halljuk, ezek az osztályok nem zárnak be, csak átszervezés van. Tehát, hogy őrületes, és még egyszer mondom, igen, hogy mi
Nem mi, de a szavazók... Van az osztály, csak orvos nincs, aki igen, elvégezze a beavatkozást. Az elhiszi. Mindig azon gondolkozom, hogy amikor ilyen országos szintű problémákról hallok, hogy így vajon a saját szintemre lebutítva, vajon ez hogy tudnám így működtetni a színházat, hogy egyszer csak mondjuk ott áll egy orvos, és előadás közben, mint amit most látjuk, beszól a súgó, hogy nem jön be. Az a színész nem jön be, mert azt már nem alkalmazhatjuk. Akkor azt mondod, hogy átszervezés és csókolom, hát, 10 perc szünet. Értitek az abszurditását, hogy ez nem tudna így működni, és mégis valóban szemrebben és nélkül hiszünk annak annak a hírnek, hogy ez nem bezárás, hanem ez csak átszervezés, és majd minden rendben lesz. Teljesen lehetetlen. Hadd kapcsoljak vissza az első témánkhoz, amikor Nagy Márton arról beszélt, hogy majd... Most attól lesz növekedés, hogy majd a munkaerő hatékonyság meg munkaerő aktivitás növekedésétől. Hogyan tudunk munkavállalóktól, dolgozó emberektől elvárni teljesítményt úgy, hogy ha megbetegszik, akkor hónapokig tart, mire egy vizsgálathoz hozzájut. És hogyha hozzájut egy minden vizsgálathoz... Minden évben egy kisvárosnyi magyar hal meg kórházi fertőzésben. A kórházi fertőzésekről nem is beszélve. Amíg ilyen állapotban született van... olyan rendelkezés, hogy a fertőtlenítő szereket azokat le kell cserélni. Ez tavaly novemberi, ha jól emlékszem. Nagyszerű. Szerintem ugye azért van bérnővérekre szükség, mert olyan alacsony béreket kapnak a nővérek, és olyan rossz munkakörülmények között kell dolgozniuk, hogy nem megy már senki nővérnek, hatalmas nővérhiány van, és ezért a kórházak nem tudnak más csinálni, mint hogy működni tudjanak, ezért munkaerő kölcsönzőktől ideiglenesen addig, amíg hogy valaki kiesnek, addig pótolják a kiesett munkaerőt. Mutatunk egy idézetet. Meg kéne fizetni őket. Mutatunk egy idézetet, ami ide kapcsolódik. Egy perc nem telik bele, és önök is látni fogják. Majd a hazai betegellátásból a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarának az elnöke Balogh Zoltán mondja azt, hogy a betegellátásból 25-30 ezer szakdolgozó hiányzik. Tehát ennyi. Nincsen. Kéne, de nincs. Jelenleg 130 ezeren dolgoznak a szakellátásban, tehát ápolók. Sokkoló, de 15 ezer ember akár egy nap alatt kivonulhat a rendszerből a kora miatt, hiszen a nyugdíjkorhatár szélén billegnek. A következő 10 év tendenciája az olyan, mint amikor a Titanic ment a jéghegy felé. Van egy jelentős különbség, hogy itt most lehet látni, tehát tudjuk, hogy van egy jéghegy, és tudjuk, hogy az irány abba az irányba, vagy a felé vezet, ezt a Titanicnál sajnálatos módon nem tudták. Tehát, hogyha úgy nézzük, akkor van itt egy helyzeti előnyünk a Titanic kapitányához képest. Bocsánat, hogy ugyanazt a mantrát mondogatom mindig, de hogyha már filmekről beszélünk, azt hiszem a tavalyi szilveszter egyik nagy sikere volt ez a Ne nézz fel című film, amikor egy meteor közeledett a föld felé, és a kormány propaganda azt mondta, hogy nem közeledik, ez álhír, ne nézzünk föl. Tehát tényleg nem az a probléma, azt gondolom, hogy akár a szakemberek, vagy akár a kormány ne látná, hogy mi történik, és hogy mekkora probléma, hanem az, hogy teljesen ignoráljuk, nincs, lehet, hogy a háttér, én elhiszem, hogy ez egy nagyon bonyolult probléma. Ezért kell egy belügyminiszter oda, aki majd rendeletileg ezt előírja, hogy ki beszél, ki nem beszél, mi szivároghat ki, mi nem. De a szavazók azok mindenképp maradjanak meg, és ők nem látják a problémát, vagy ha látják, akkor azt inkább hisznek annak, aki azt mondja, hogy nincs ott a jéghegy. Nincs ott, semmi gond, semmi probléma. Ezek szoktak egyszer aztán egy jó nagyot robbanni. Igen. Vagyis, ha nem akarunk neki menni a jéghegynek, akkor lehet, hogy nem arra kéne az államnak költeni a pénzeit, hogy támogasson újabb és újabb kínai beruházásokat, amikhez majd aztán orosz energiatermeléssel, majd újabb beruházásokkal kell majd kiszolgálni őket, hanem hogy tegyük rendbe azt az egészségügyet, meg tegyük rendbe azt az oktatást, ami nélkül nem megy tovább, mert a magyar emberek nem tudnak már ilyen körülmények között tisztességesen helytállni. Egyébként, hogyha már az egészségügyről, meg a kínaiakról, meg a vendégmunkásokról van szó, de több százezer vendégmunkást tervez megengedni az ország, szüksége van rá, ugyanis egyébként nem föltétlen biztos, hogy csak a kínai vagy a dél-koreai gyáraknak, hanem éppenséggel a fővárosi tömegközlekedésben is szükség van már rájuk. De idejének több százezren, tehát az ő egészségügyi ellátásuk milyen módon lesz megoldott például? Hát például. Erre már derültek igen, ki valami. Ez már nagyon messzire vezet, de ez valóban nem csak egészségügyi kérdés, hanem például a mindennek az ellentéte, ami történik, amit a migrációról és a migránsokról, és hogy nem vehetik el de a munkahelyünket. Nem illegális, stb. Hát ezt mondani mondják, de azt nehéz lesz megmagyarázni, amikor mondjuk az akkumulátorgyár Fülöp-szigeteki dolgozói egyszer csak megjelennék a megyeszékhely diszkójában, és
szeretnének bemenni. Hát ugye nem csak az, hanem hogyha megjelennek egy adott település környezetében több ezren egyszerre, akkor azt milyen iskolával fogják ellátni, ott milyen házi orvos lesz, hogyan bővítik a kórházi ellátást, a tömegközlekedést, mert hogy most az van, hogy ahol megjelentek... Hogy ezek rosszak, gonoszok. Tehát be van kódolva az agyukba, ezt nézték a plakátokon. Hát a képzetlen illegális, igen, ez meg képzett még... és legális, tehát ez igen. A fő különbség, ugye ezt mondja akkor. Én is egy olyan világban szeretnék élni, ahol a nővér anyanyelve az, ami az enyém, elnézést, hogyha ez kirekesztő, tényleg, bocsánat, akkor vállalom. És nem csak, hogy az anyanyelve, ami az enyém, hanem hogy így, mondjuk jó kedély állapotban van. De ez a hetes busz vezetőjére is igaz. Igen, így van, és jó kedély állapotban van, és úgy szól hozzám, hogy tartja bennem a lelket azokban a pillanatokban, amik számomra a legnehezebbek, mert valami probléma miatt vagyok ott, és valahogy biztos vagyok benne, hogy amikor hazamegy, akkor legalább esély meg van ráadva, hogy a boldogságnak a szikrája kigyullad a szívében, és ehhez képest... Sokszor, legalább csak kipihenhesse magát. Én sokszor vásárolok egy olyan közértbe, itt nem is olyan messze Kispesten, ami egy munkásszálló mellett van, és ott állunk a sorba közösen a srácokkal. Hát az nem egy egyszerű élet, ahogy ők a munka után ott bevásárolnak és mennek azokba a lakásokba aludni, amiknek a falai, biztos van erre valami kötelező, de hogy egy centivel sincsenek távolabb egymástól, az egész biztos. Szóval, hogy az nem egy boldog élet, amikor valaki vendégmunkás valahol, egész biztos vagyok benne, látom rajtuk. Miközben még egy rövid több százezer ereje teljében lévő magyar fiatalember hagyta el az országot a jobb megélhetésért. A megkérdezett középiskolások 50%-a úgy tervező, hogy 5 éven belül már nem él Magyarországon. Így van, és nem csak a jobb megélhetésért, hanem a jobb körülmények miatt egy szabadabb és felszabadultabb élet reményében, hogy ne legyen ebben a folytogató légkörben, meg hogy legyen megfizetve az, amit ő csinál. Röviden van még időnk egy témára, hogy a szakoktatók kapnak, vagy nem kapnak béremelést, arról mást mond a szakszervezet, és mást mond a kormányzat. Nézzük. 2024. január 1-től, ami azt jelenti, hogy a februári fizetésekben látható módon 32,2%-os béremelést akarunk végrehajtani. A pedagógus béremelés körül azonban még mindig sok a homályos részlet. Például az sem egyértelmű, hogy kire vonatkozik a 32%-os fizetésemelés. Gulyás Gergely december végén az ATV.hu-nak adott interjújában azt mondta, a béremelés a tanárokra, a szakképzésben oktatókra és az óvónőkre vonatkozik. A pedagógusok szakszervezete szerint a béremelésről szóló kormányrendelet viszont nem tér ki arra a 24 ezer pedagógusra, akik a szakképzésben oktatnak. De ugyanez vonatkozik egyébként a bölcsődei dolgozókra. A pedagógusok szakszervezetének elnöke úgy véli, a bölcsődei és a szakképzésben dolgozó pedagógusok azért maradtak ki, mert ők nem a rendeletet kiadó belügyminisztériumhoz, hanem az innovációs és kulturális minisztériumhoz tartoznak. Kerestük az illetékes szaktárcát, hogy akkor a szakképzésben oktató pedagógusok számíthatnak-e béremelésre februártól. Közleményükben azt írták, a pedagógusok bérfejlesztéséről szóló koncepció intézkedéseit a szakképzésben dolgozók béremelésére vonatkozóan is végrehajtják. Ők is megkapják a 32,2%-os emelést. Hozzátették, bár Brüsszel elzárkózott a szakképzésben oktatók béremelésétől, a kormány a nemzeti költségvetésből biztosítja a béremelést. Hazudnak, mint a vízfolyás, természetesen. Ez lett volna egy kérdésem is, de... Igen. Azért gondoltam, nincs sok időn gondolom. Szóval hazudnak, mint a vízfolyás. Nemzeti költségvetésből évekkel ezelőtt meg kellett volna oldani a pedagógusok béremelését. Nem tették meg. Azt mondták, hogy Brüsszel akadályozza. Most, hogy Brüsszel már utalt pénz, most kiderül, keresik a kiskapukat, hogy hogyan lehet újra ezen spórolni, annál többet lehet majd lopni. Azt is mondja Gulyás Gergely ugyanebben az ATV.hu-nak adott interjújában, hogy még várunk egy brüsszeli aláírásra ahhoz, hogy Magyarország adhasson béremelést a tanároknak. Igen, én személy szerint ott voltam, amikor a Brüsszelnek alá kellett volna írnia, és én láttam, ahogy nagyon gondolkozott, és akkor megkérdezték tőle, Brüsszeltől, hogy akarja esetleg a szakoktatókat is támogatni, és mondta, hogy no, monsieur, no.
Hát ekkora őrületet, ez teljes képtelenség, tényleg csak azt kérem ettől a 24 ezer embertől, meg az összes többitől, akik február 1-én ki fog derülni, nem fehéren-feketén, hogy a szemüknek higgyenek, a szemüknek, meg annak a papírnak, ami előttük van, és ne annak, amit esetleg hallanak a szakpolitikusoktól és magától Brüsszeltől. Na most az a helyzet, hogy a béremelés kapcsán nyilvánvalóan nagyon sok bizonytalanság van, nagyon sok probléma van. Most az az ígéret egyébként, hogy miután a szakszervezetek folyamatosan számon kérték a szakdolgozóknak is a béremelését, végül úgy döntött a kormány, hogy akkor ezt is meg fogják adni. De minden bizonytalanságot és problémát félretéve, meg sok nem megoldott kérdés, mert azért itt az oktatás ügyében még nagyon sok más probléma is van. Először hadd mondjam azt, hogy gratulálok a szakszervezeteknek és azoknak a fiataloknak, akik kitartóan, folyamatosan demonstráltak és nyomást helyeztek a kormányra, mert mégiscsak ezt el lehetett érni. Igaz, hogy 50%-os béremelést követeltek, és ezt most 32-nek mondják, ha belenézünk, akkor nem annyi, meg van vele probléma, de egy nagyon fontos, amit mindenki tanuljon meg belőle, hogyha szerveződünk, hogyha összeállunk, ha szakszervezetekbe lépünk, és kiállunk a saját jogainkért, akkor még ezt a kormányt is lehet egy kicsit elbizonytalanítani és kiharcolni a jogainkat, úgyhogy szerintem ennek elsősorban ez a legfontosabb tanulsága, és még annyit hadd tegyek hozzá, hogy szombaton a fiatalok szerveznek is egy demonstrációt, ahol meg majd a többit elmondják a BM előtt. Na nézzük a kérdésre, mi a válasz, amit önök adtak, nevezetesen, hogy Lázár János és Karácsony Gergely meg tud-e majd egyezni március 1-ig. 26%-a önöknek, nézőinknek optimista ezzel kapcsolatban, 3/4-ük, 74%-uk viszont nem. Borgul Andrásnak, Gréci Zsoltnak, Harangozó Gábornak köszönöm a beszélgetést, önöknek pedig a késő estig tartó figyelmet, vigyázzanak egymásra és magukra is, viszontlátásra, jó éjszakát!